Jóváhagyta a sürgősségi élelmezési törvényt az argentin szenátus. A döntést azzal indokolták, hogy a válság súlyosabbra fordult az országban. Az intézkedéssel élelmezési vészhelyzetet hirdetnek. Megemelik az éhezés elleni küzdelemre és a táplálkozás javítására szánt állami pénzösszegeket. Az egyre elégedetlenebb lakosság több helyen is az utcára vonult tüntetni. A kormány válaszul 50%-kal növeli az élelmiszer és táplálkozási politikára szánt jelenlegi költségvetést. Sok gyermek szenved szükséget, sokan alultápláltak. Vannak olyanok, akik nem kapnak ennivalót este, panaszolta ez az asszony. Argentína súlyos inflációval küzd, amit a bérek nem tudnak követni. Ennek következtében erőteljesen megnőtt a szegények száma. Az ország gazdasági növekedése tavaly óta megállt.